Sőt, nem is egy barátok. Igen. Nem is egyszer. Úgyhogy nagyon szurkolunk, hogy én Debrecenben is Márti László. A Úgyhogy nagyon szurkolunk annak, hogy itt is tudjanak. Emlékszem arra, hogy 5 évvel ezelőtt az én Bercsény utcai házamban, Hódműző vásárhelyen, az akkori debreceni ellenzék, egyébként nagyjából azok, akik ma is itt vannak, azok összejöttek. És próbáltam valahogy eligazgatni, hogy állapodjanak meg, induljanak közösen. És akkor így 10 körzetet elvihet az ellenzék. Ebbe ott vásárhelyen megállapodtunk, mindenki kezet fogott, és eljöttek vissza Debrecenbe, újra egymásnak estek, és mind a 23 körzetet vitte a Fidesz. Hát én most azt remélem, hogy egyetlen egy csapattal Mándi úr el tud indulni, és így aztán most hát, ha legalább a 10 körzetet el tudják önök hozni, kicsit abban is reménykedek, hogy az elmúlt 2 év a Fidesznek a népszerűségét itt is megtépázta. Szóval mindesetre most abban reménykedünk, hogy az elmúlt 2 évben azért hát, ha többen fölébredtek. Mert bár Debrecen egészen látványosan fejlődik, de nem biztos, hogy 50 000 migránst akarnak a debreceniek, nem biztos, hogy 5 akkumulátorgyárat akarnak a debreceniek. 6, most már 6-ot. Ez mindig egyre több. Igen, mindig amikor hallom, hogy hány akkumulátorgyár örül csak Debrecenben, mennyi évből, akkor mindig egyre több lesz. Jó, tehát én azt gondolom, hogy most van esély. Igen. Meg a felesége is. Polgármester, én személyesen nagyon szimpatikus embernek tartom. Azt tudom, hogy a gyermeke az valami iszonyatosan drága iskolába jár itt, ugye ebben a nemzetközi iskolában. Egy fél év 1 millió forint, úgyhogy ő egy másik magasságban gondolkodik, mint mi. Én mindig is azt vallottam, hogy a közszolgálat a szolgálat. Ez nem pénzkereset, nem meggazdagodási lehetőség, hanem egy szolgálat. Hogy mi nem kiveszünk a közösből, hanem visszateszünk abba. Úgyhogy a Papp László tisztességében nincs okom kételkedni, de azt gondolom, hogy most alkalom van arra, hogy Debrecenben is változás legyen. Most alkalom van arra, hogy ha nem egy... Hát egy ekkora városban 50 000 migráns, az szerintem elég mondhatni lakosságcserének minősül. Tehát azt hallom, hogy mostanában már most lakásokat nem nagyon lehet piaci áron kapni, hiszen annyira fölmentek az árak, kínaiak keresik az árakat. Egy vásárhelyi barátom dolgozik egy kínai cégnek, aki a BMW gyárat építi. 70 millió forinttal tartoznak neki, ezt az Átlátszó most nem olyan régen megcikkezte. Úgyhogy nem biztos, hogy ez az a kultúra, amire nekünk szükségünk van. Mi ebben a kultúrában úgy gondolunk, hogy nem csak jogilag, technikailag tartozunk az Európai Unióhoz, hanem az Európai Uniós választáson szeretnénk tisztességes, becsületes hazájukat szolgáló hazafiakat kiküldeni az Európai Unió parlamentjét. 2 évvel ezelőtt egy választást elveszítettünk, akkor az a modell, ahogy összefogtuk a 6 ellenzéki pártot, az megbukott. Nem azért, mert nem volt jó. 2 évvel ezelőtt nem láttunk más esélyt a győzelemre, és szerintem nem is volt technikailag. Hogy mennyire félelmetes volt Orbán Viktor számára egy olyan szövetség, amiben minden ellenzéki összeállt, civilként, jobboldali, nagycsaládos keresztény édesapaként én képviseltem, az mutatja az, hogy ők még 21 nyarán alkottak egy költségvetést, de amikor én lettem a miniszterelnök jelölt, akkor ehhez képest, a költségvetéshez képest is 1000 milliárdokkal töltöttek többet a kampányra. Valószínűleg nem volt még olyan választás a világ történelemben, Magyarországon biztosan nem, amikor a teljes hazai össztermék 1/40 részét, 2,5%-ot elköltötték kampányolásra. Soha ekkora osztogatás még nem volt. Emlékeznek, volt 13. havi nyugdíj, volt ÁFA, vagy SZIA visszatérítés, volt fegyverpénz, béremelés, minimál béremelés, közmunkás béremelés, mindent csináltak, szétosztottak, és egy hatalmas, sokszáz milliárdos kampányt folytattak. Hazugságokkal meg tudták nyerni ezt a választást, de az elmúlt 2 évben azt gondolom, hogy még a legelkötelezettebb Fidesz szavazók is rájöttek, hogy Orbán mindenben hazudott. Az elmúlt 2 évben, nézzék meg, amikor azt ígérte, hogy marad a rezsicsökkentés, azt ígérte, hogy maradnak az árstoppok, ezeket mind kivezették. Azt ígérte, hogy ők megtartják az egészségügyet, és mi lennénk azok a gonoszok, akik be akarnak zárni kórházakat, meg fizetési akarják tenni az egészségügyet, most nézzenek szét. Azóta kórházakat zártak be, nem tudom, Hajdúbiharban mi a helyzet, Csongrád megyében, összesen 2 városban lehet csak szülni, szülészet ugyanis, az összes többi kórházba bezárták. Lázár János megfenyegette, adják fel a cégeiket, menjenek el vissza nyugatra, adják át a NER-nek, adják át nekik, a Fidesznek a cégeket. Ide nyugati befektető nem jön, mert nincs biztonságban a pénzben. Az önök is biztonságban, azt is ellopják, de már a nyugatiak sincsenek biztonságban.
Ezért jönnek keletről cégek, ezért jönnek Ázsiából ezek a cégek, ezért jönnek akkumulátorgyárak. De az európai piacon kívül, ami mindaddig előny, amíg nem zárnak ki bennünket Európából, az európai piacon kívül milyen előny hozza vajon ide ezt a rengeteg akkumulátorgyárat? Elmondom én önöket, az, hogy itt szabadon szennyezhetnek. Mert hiába mondják azt, hogy ez a Kettle nevű akkumulátorgyár, ez Türingiába is nyitott egy gyárat, nem csak Debrecenbe építkezik, de Türingiába betartatják velük a környezetvédelmi és munkavédelmi szabályokat. Ezek azért akarnak idejönni, mert itt, hogyha néhány politikus lefizetnek, itt szabadon mérgezhetnek akárkit. Itt lesavazhatják a munkásokat, szennyezhetik a talajvizet, a talajt. Itt kivághatnak védett erdőket, amikor arról volt szó. Ugye a Samsung nem egy rossz nevű cég, de Gödön bizonyította meg, szennyezte a környezetet, és nem történt semmi. Nevetséges bírságokat kapnak, és kivághatott egy védett erdőt, hogy a Duna vizéből odavihesse a vizet a gyárhoz. Erre szeretnék önöket emlékeztetni, azt kérjük önöktől, hogy csatlakozzanak azokhoz a most láthatóan nagyon nagy tömegekhez, akik a kegyelmi botrány, mert azt is ígérte, ugye, hogy megvédik a családokat. Hát a leglátványosabban bebizonyították, hogy ők nem védik meg a családokat. Azt is hazudták csak. Ez nem egy családbarát kormány, itt egyetlen egy családot védenek meg, az Orbán családot. Csak az Orbán család gazdagodik. A kegyelmi botrány kapcsán, hát ha egy fideszes bűnöző van, az szabadon engedik. Novák Katalin csak a tavalyi évben 40 bűnözőt engedett szabadon, 40 bűnözőt részesítettek kegyelemben. Ebből egyről tudjuk, hogy terrorista bűnöző volt, egyről tudjuk, hogy egy pedofil támogató gazember volt, egyről sejtjük, hogy a Balmazújvárosi volt fideszes korrupt polgármester volt. De a másik 37 között hány terrorista, hány pedofil és hány fideszes bűnöző van? Azt nem hozzák nyilvánosságra. Úgyhogy ezt az ügyet sem szabad addig hagyni elaludni, amíg nem derül ki, hogy kik azok a bűnözők, akiket Orbán, az igazságügyminiszter Varga Judit, a köztársasági elnök Novák Katalin szabadon bocsájtott, és amíg nem tudunk garanciát vállalni arra, hogy úgy, mint az Egyesült Államokban az elnöki kegyelmet csak nyilvánosan lehessen gyakorolni, hogy ne lehessen titokban fideszes bűnözőket, pedofilokat rászabadítani a társadalomra. Hogy micsoda különbség van, hogy mennyire nincs jogállam Magyarországon, nem csak azt mutatja, hogy itt egy miniszter bejárkálhat az ügyészségre, és kihúzathatja magát a vádiratból, nem. Azt is láthatjuk, hogy egy fideszes bűnözőnek mindent lehet, ártatlan embereknek semmit nem lehet. Gondoljanak bele, hogy éppen két hónappal ezelőtt Makón volt egy pedofil, egy gyermekpornó felvételekkel elkapott bűnöző, 17 ezer gyermek pornó felvételére az ügyészség 17 év letöltendő börtönbüntetést javasolt neki. És akkor emlékezzenek vissza néhány éve a Fidesz által hazamenekített Kaleta Gáborra, aki 18 ezer gyermek pornó felvételért mit kapott? Ugye logikusan akkor 18 évet kellett volna kapnia, 500 ezer forint bírságot kapott, 500 ezer forint bírság után rászabadították a magyar társadalomra, rászabadították a magyar gyerekekre. Ha fideszes bűnöző, akkor 500 ezer forintot fizet, ha nem fideszes, akkor 17 év letöltendő. Ez a különbség, és ezért nincs Magyarországon jogállam.